Gáspár Győzike képes volt azt nyilatkozni egy interjúban, hogy életét adná a királyért, bocsánat, Orbán Viktorért. Ha kell, még a véremet is adom a miniszterelnök úrért. Ha azon múlik, odadom a véremet. Van olyan ember az országban, aki ezt elhiszi? Te például elhiszed? És azt elhiszed, hogy Győzike lesz a romák megváltója, mert most valami ilyesmiről beszél. Győzike interjút adott Ábrahám Róbertnek, ezzel így önmagában nem is lenne semmi probléma, csak hogy mondott néhány érdekes dolgot. Hát ahogy azt megszokhattuk tőle, már az első mondata is elég érdekes volt. Ebben az évben felvallaltam azt országvilág előtt, hogy végigmentem a békemeneten, azért, hogy képviselem a békét. Egyáltalán nem azért mentél végig a békemeneten, hogy képviseld a békét, barátom. Ugyanis nem ezért szoktak végigmenni a békemeneten, hanem azért, hogy felmeneteljenek Orbán Viktorba. A békemenet csak látszólag megy mindig a Kossuth térre. Persze az anyagi világban valóban ez a menet iránya, de lelki síkon Orbán Viktorba tart a menet. A képzettebb fideszesek ott az első sorokban látják is a harmadik fideszes szemükkel a nagy sekk kaput. Aztán szépen bemenetelnek rajta. Búj, búj, fideszes, kis fideszeske, nyitva van a nagy sekk kapu, csak bújjatok rajta. Úgy gondoltam, hogy azt a munkát, amit én eddig elvégeztem itt Magyarországon, a 23 év alatt, azt most már tudjam kamatoztatni is. Egészen biztosan fogod tudni kamatoztatni. A 23 év munkáját nem biztos, de ez a békemenet, ez tutira be fog jönni. Orbán Viktor mindig jól kamatozik, csak belé kell fektetni a bizalmat, meg a nyelvedet. Csináltam egy alapítványt, melynek a neve az, hogy mi is létezünk. És az alapítványnak az a lényege és a célja, hogy azok az emberek, akik most nézzünk egy vidéket, egy Nyíregyháza környékét, vagy nézzünk egy Kisvárda környékét, akik meg szeretnének szólalni, és el szeretnék juttatni Budapestre, vagy el szeretnék juttatni a miniszter úrig a mondani valójukat, akkor én vagyok, segítek, létezek. Igen, azt látjuk, hogy létezel, Győző, ez a probléma. Mármint nem az, hogy létezel, hanem hogy látjuk. Amúgy meg bocsánatot szeretnék kérni, nyilván én voltam rossz indulatú, hiszen a Győző csak segíteni akar az embereknek, és ez nagyon szép tőle. Nézzük, eddig 23 év alatt mit láttak? Látták a bohóckodást, látták azt, hogy otthon veszekszem, látták azt, hogy megjelenek gizdautókkal, látták a gizdaságot. Valljuk be, ami kellett a nézettséghez. De a Gáspár Győzőt abból a részből nem ismerik, hogy valójában ki is vagyok én. A Győző ebben az interjúban megpróbálja nekünk elmagyarázni, hogy a Győzike Show az csak egy műsor volt, ami semmilyen értelemben se tükrözte a valóságot, egy kicsit se. Neki ez semmi köze nem volt, ő ott se volt. Nem mondta ugyan ki, de nyilvánvalóan azt szerette volna elhitetni velünk, hogy Győzike csak az RTL Klub kreálmánya volt, és ő nem ilyen. A Lipsi RTL Klub műve volt Győzike. És tessék elhinni, hogy a valódi Gáspár Győző nem hangoskodik, nem cirkuszol, és nem izgul fel a menőkocsiktól és általában a pénztől. Az igazi Győzike egy keresztény konzervatív ember, mint Tóth Gabi. Na mondjuk ez stimmel. Pontosan annyira keresztény konzervatív. Rengetegen támadnak, de ez a jó az egészben, hogy támadnak. Akik mellettem vannak, azok ismernek, tudják, hogy én mit akarok ezzel elérni, tudják azt, hogy én miért ülök itt, miért beszélek erről. Akik meg támadnak, nyugodtan támadjonak, ha kell, még a véremet is adom a miniszterelnök úrért. Ha azon múlik, odadom a véremet, lőjenek le a miniszterelnök úrért. Vagyok, létezek. Na, ilyet még nem hallottunk egy fideszes nyalonctól sem, bár ami késik, nem múlik. Győzike minden esetre magasra tette a lécet, nagyon-nagyon kell igyekeznie a Bayer Zsoltinak és a megafonosoknak, hogy ezzel a tempóval lépést tudjanak tartani. Hát innentől kezdve az az igazi fideszes, aki a vérét adja a miniszterelnök úrért. Nézzük meg, mikor Arnold játszott a tévébe. Utána meg ő lett Amerika polgármester. Igen, Győző, csak hogy Amerika polgármestere egy filmszínész volt. A filmről meg mindenki tudja, hogy fikció. A Győzike Showról meg nem mindenki tudja, és az a helyzet, hogy a valóságshow azért valóságshow, mert tartalmaz valóságot is.
Nyilván nem a teljes valóságot mutatja, de most komolyan el kéne hinnünk, hogy Gáspár Győzőnek semmi köze Győzikéhez. Azért olyan családot neveltem fel, meg olyan család van mögöttem, akik nem kocsmazni járnak. A gyerekeimről nem azt írja az újság, hogy az egyik már megint itt verekedett össze, vagy ott verekedett össze, vagy kábítószeres botránya van. Nagyon szép családot neveltél fel, Győző. Az egész családot nagyon szépen felnevelted. A lányom ma jött haza az iskolából, mert a két hét után hazajött Virág, és olyan boldog, hogy apa, úristen, hát ez az iskola, ez fantasztikus. Vagy nézzük meg Evelint, aki ma küldte nekem a belépőkártyáját, hogy a TV2 akadémia ma kezdte az akadémiát, és tök boldog, mert nem tudott elhelyezkedni a szakmájába. Ez a TV2 akadémia egy fantasztikus találmány egyébként. Minden Fidesz nyalonc gyerekének biztosítja az utat Orbán Viktorba. Legalább annyira simává teszi az Orbán Viktorba vezető utat, mint a vazelin. A heti hetes idején, már mint az utolsó, a vége felé már nem, de a heti hetes működésének nagy részében a hozzájuk közel álló politikai erő volt kormányon. Így van. Tehát ők nem ellenzékből celepkedtek ott is, törtek mellettük láncsát, hanem ők az akkori hatalom kitartottjaiként és egyébként nemhogy szimpatizánsaik, hanem szerves részeként az akkori hatalomnak mondhatták el a gondolataikat. Na most én nem emlékszek arra, hogy ezeket az embereket a sajtó folyamatosan támadta volna. Tehát nem beszéltek arról, és nem is akarom egyébként kétségbe vonni a színészi képességeket, mert valóban nagy emberek ültek ott, de nem volt az, mint, tehát most, ha egy Tóth Gabi felvállalja, ha egy, nem tudom, egy Győzike felvállalja, bárki, tök mindegy, másnap kinyírják. Érdekes, én egészen másképp emlékszem. Szerintem elég sokat támadta a jobboldali sajtó a heti hetes szereplőit, sőt, nem csak hogy támadták őket, hanem amikor Orbán Viktor volt hatalmon, bizonyos heti hetes szereplőket nem is nagyon engedtek fellépni elég sok vidéki városban. Én így emlékszem. Az egyébként igaz, hogy ez egy balliberális szellemiségű műsor volt, ezt nem is tagadta soha senki. Ugyanakkor ezek az emberek önazonosak voltak. Róluk el lehetett hinni, hogy ők azok, akiknek mutatják magukat. De egy Tóth Gabiról, meg egy Gáspár Győzőről nagyon nehéz elhinni, hogy keresztény konzervatívok. Legalábbis én nem így ismerem a keresztény konzervatív embereket. Most az más kérdés, hogy a Fidesz jelenleg mennyire keresztény és mennyire konzervatív, de hogyha jól tudom, még mindig ezt állítják magukról. A Tóth Gabi pedig előadja, hogy ő soha nem volt valójában az, amit korábban mutatott, mert az csak a kereskedelmi tévé gyártotta le belőle, és milyen érdekes, hogy Győzike most pontosan ugyanezt a kamut próbálja nekünk beadni. Ő sosem volt az az ember, akit a Győzike show-ban láttunk. Arról már nem is beszélve, hogy gyalázott a heti hetes szereplőit és ezt a két celebet egy mondatban említeni. A múltkor beszéltem arról egy videóban, hogy a Puzsér kirekesztette a Molnár Áron Noárt az értelmiségből, és hogy ez mennyire nincs rendben, és tényleg nincs rendben. De azért a Tóth Gabit, meg főleg a Győzikét, azért ne hasonlítsuk már az értelmiségiekhez, ha lehet kérni. Én tényleg nem akarok senkit se kirekeszteni sehonnan, de azt talán még maga Tóth Gabi, meg talán még a Győzike sem elné kijelenteni, hogy ők értelmiségiek. Természetesen ettől még joguk van elmondani, hogy kire szavaztak a választáson, és kit támogatnak, úgy általában ez oké. De azért nem csak ez történt. Ők nem pusztán felvállalták, hogy melyik oldalon álltak, hanem őket nagyon komolyan használta ez a kormány a kampányban, és jól láthatóan egyre mélyebbre kerülnek Orbán Viktoron belül, miközben egyetlen értelmes gondolatuk nem volt azóta, hogy ismerjük a nevüket. A heti hetes szereplőit joggal lehet azzal támadni, hogy egyoldalúan Orbán ellenesek voltak, ez igaz, de azt nem lehet mondani, hogy abban a műsorban ne lett volna érték, ne lett volna humor, meg gondolat. Na, pont ez a kettő nincs Győzikében, meg Tóth Gabiban. Humor, meg gondolat. Persze tudnak ők viccesek is lenni, de az emberek leginkább rajtuk röhögnek, és nem jó értelemben. Mindig ezzel bújnak ki, hogy na jó, de hát a hírességnek annak mindig az aktuális hatalom ellen kell felszólalnia. Ugye van ez a mondás, csak ezt azért mondom, hogy ezt már azzal kilőttem a beszélgetés, vagy a téma elején, hogy ez azért nem állja meg a helyét, mert amikor ők javában hatalmon voltak, hát ezek akkor főműsoridőben nyalták a seggüket. És akkor nem mondta senki egyébként, hogy ezek segnyalók, de ma meg, hogyha te azt mered mondani, közismert emberként, hogy én szimpatizálok Orbán Viktorral.
akkor onnantól kezdve nyilvánvalóan segnyelóként tartanak számot, igen, a mélyszínbe. Hát itt van egy nagyon csúnya félreértés, az ugyanis az újságíró, akinek mindig a hatalmon lévőket kell ellenőriznie. Mivel a média a negyedik hatalmi ág, ez a sajtó, ez az újságíró, nem pedig a celeb, és még csak nem is az értelmiségi. A Győzikével, meg a Tóth Gabival, de még a Bajer Zsoltival sem az volt a baj, vagy az a baj ma is, hogy támogatja a kormányt, hanem az, hogy hogyan támogatja és miket mond. És persze az sem elékes, hogy kit mennyire fizetnek meg ezért. Meg az sem elékes, hogy valaki csak és kizárólag az egyik oldallal szemben kritikus, vagy néha a másik oldallal szemben is. Az a fajta nyalás, amit itt néhányan 2010 óta művelnek, korábban nem volt. A Heti Hetes egy ballipsi műsor volt, de ki tudták röhögni a baloldalt is. Lehet, hogy ritkábban, de volt rá példa. Ahogy például a Partizán is néha kritikus az ellenzékkel, pedig nyíltan egy baloldali csatorna. Az a fajta attitűd, amit itt a Gáspár Győzike is előad, hogy életemet és véremet a királyért, ezt a Fidesz hozta be, ez korábban nem volt. Ilyen ócska színvonalon meg főleg nem. Konkrétan odáig ment az előbb, hogy ő meg is halnol bele. Meghalnak Orbán Viktori. Házon múlon a gyerekek, meghalnak. Most mi rosszat tett az országba? Semmit. Orbán Viktor semmi rosszat nem tett az országnak. Hát szívből ajánlom a videóimat, azokból elég szépen kiderül, hogy mennyi jót tett az országért a drága miniszterelnök úr. Annyi támadást kaptam a miniszterelnök úr, hogy képes lennék háborúba menni érte. Engem már nem érdekel. Annyi sok beteg ember van, annyi sok beteg ember van. Ezek beteg emberek, akik támadják a Győzikét meg a drága miniszterelnök urunkat, azok mind betegek. Az a baj, hogy tényleg a bohócból most a cirkusz igazgatójának kell, hogy legyek. Most eddig voltam az ország bohóca, most pedig leszek az igazgatója. Az a baj, Győző, hogy hiába leszel te a cirkusz igazgatója, attól ez még egy cirkusz marad. Te pedig bohóc maradsz továbbra is mellékállásban. Mi a biztosíték arra, hogy a bohócból lett cirkusz igazgató nem válik újra bohóccá egy adott ponton? Egyértelmű. Az a garancia, hogy nekem innen már nincs visszautam. És nem is kell, hogy legyen visszautam. Én fölvallaltam valamit, és én ezen az úton végig akarok menni, és végig fogom csinálni. Én már hátra nem nézek, csak előre. Ez a garancia, hogy teljesen menjünk előre. Magyarország előre megy, nem hátra, Győzi meg az Orbán Viktor farába. Ezt más is megtehette volna, amit én megteszek. Nem csak nekem kéne itt ülni, mint cigány közszereplőnek, másoknak is itt kéne ülni, és elmondani, hogy igenis elmegyek ide, elmegyek oda, és segítek ebbe, segítek abba. Sokan azt gondolják, hogy jaj, mert most biztos most ezzel is szerepelni akar. Nem, köszönöm, én voltam már 23 évig eléggé sok címlapon, meg szerepeltem egész sok műsorban, meg szereplek is, de értéket akarok teremteni, értéket. 2022 arról szól, hogy megmutatom, hogy ki ez a Gáspár Győző. És hogy ezt nem hiszik el, akkor 2023-ban pedig majd meg fogom nekik mutatni írásban is, hogy igen, ezt is végigcsinálom. Legyen így. Ezt mind, ami ott a papíron van. Ezt is. Hát azért remélem, hogy ennél többet fogsz tenni, Győző. Egy picit komolyabbra fordítva a szót, szerintem baromi fontos a romák felzárkóztatása, csak valahogy nem tudom elhinni, hogy ez Győzikének sikerülni fog. Komoly félelmeim vannak azzal kapcsolatban, hogy nem fog ez az alapítvány is úgy állni, mondjuk, ahogy a Hegedű Zsuzsa alapítványa, hogy lényegében semmi se változtatott. Mert a Győző itt olyanokat mondott ebben az interjúban, hogy ő majd elmondja a szegény embereknek, a szegény romáknak, hogy közeleg a tél, készüljenek fel, meg hogy emelkednek az árak, és arra is készüljenek fel. Szerintem ettől nem igazán lesznek felkészülve. Én kíváncsi vagyok arra, hogy mennyi valódi támogatást tudnak majd összeszedni, és hogy az a pénz valóban eljut-e azokhoz, akikhez el kéne jutnia. Mindenesetre én drukkolok ennek, és vegyétek úgy, hogy már most gratulálok Győzikének, hogyha ez valóban sikerülni fog, feltéve, hogy ez a szándék. Az a baj, hogy egyelőre nem igazán vagyok meggyőzve arról, hogy ez működni fog, illetve konkrétan semmilyen elképzelésem sincs arról, hogy mégis hogyan fog működni ez a gyakorlatban. Lehet, hogy mondjuk hatékonyabb lenne nem alapból lefeküdni a kormánynak és a romáknak elmondani, hogy baj van, mert szerintem ezt tudják. Lehet, hogy célra vezetőbb lenne mondjuk Orbán Viktorral beszélni, és elmondani neki, hogy öreg, változtass egy kicsit a szociálpolitikán meg az adópolitikán. Elmondani neki, hogy érdemesebb lenne talán kicsit kevésbé a felső középosztályt, meg az új arisztokráciát támogatni, és egy picit jobban segíteni a szegényebb rétegeket. Hogy a közmunkával való fenyegetés helyett esetleg valódi segítséget is lehetne számukra nyújtani. Bár úgy látom, hogy itt egyáltalán nem ez a terv.
azt nem kizárt, hogy börtönrealitivel térek vissza, igen, ahol a feleségem megtanítja főzni, aki kiszabadul, a lányom például leül vele kommunikálni, hogy hogyan, igen, azt sem kizárt. Ez a jó úgygyőző, a börtönreality, igazad van. Hát eddig én kételkedtem ebben a projektben, de hogyha így győzik és börtönreality is lesz, akkor a romák már vehetik úgy, hogy fel vannak zárkóztatva. Ti pedig vehetitek úgy, hogy általam meg van köszönve, hogyha feliratkoztok, ha még eddig nem iratkoztatok fel, és hogyha kíváncsiak vagytok a győzikés békemenetes videómra is, aminek az a címe egyébként, hogy a hülyék országa, vajon miért ez a címe, akkor nincs más dolgotok, mint ide kattintani alám, mert ez a videó itt van pont alattam. Találkozunk a következő videóban. Kat!